rögtön megindulok, és eljönök itt a drága Nórikánkhoz. Szia! Ez megint rövid. Na mindegy, teljesen mindegy. Szóval lesz egy már sokszor beígért flash játék fogadtal támadó oldal a webos10.com. Ezt meg fogjátok látni, ezek nagyon szóvalás kis játékok. A második órában lesz HTML-es, hogy bár ezt Marci szerette volna mondani, ahol a legfontosabb gémjelekre van. Most miért mondod, hogy itt az elmondani, hogy én szerettem volna mondani. Mondjátok, hogy ilyen is van. Illetve még a... ilyen is van. Még az Európai Unióhoz a csatlakozás kapcsán egy kicsit a törvényeket fogom boncolgatni a harmadik órában, hogy hogy is voltak ezek a törvények, mi lesz velük, de nem csak az euró, hanem majd ez maradja még meglepetés. Valami túladom. Lóla és Marci az ikerpáros a legjobb című topik. Keletkezett hétfőn ezt Melinda vette akkor észre, hogy itt van Lóra. De rántjuk a lepet, hogy most ikert vagyunk egy házas pársak, amit a nagy kérdés. Nem rántjuk a lepet, ez egy X-szakta maradt, úgyhogy én ilyen e-maileket kaptam, ilyen hozzászólásokat Lóra. Na igen, ezek után nehéz egy kicsit megszólalni, hogy így lepleztetek minket, de azt nem áruljuk el továbbra sem, hogy ikrek vagyunk, hogy házastársak, esetleg mi kettő. De hogy vitatkoznak itt az emberek? Ez a legjobb. Na szóval én is kaptam olyan e-maileket, amiket igazából az ilyen is romba szántatok, mert ilyen mindenféle vicces dolgokat, ezekből az arról érdemeseket és szalonképeseket be is fogjuk mutatni a jövő héten. Viszont mivel vicceket olvasni nem szoktunk, kaptam egy olyat is, ami teli van viccekkel, amik nagyon jók, úgyhogy ebből most így fáradt a teljes igény nélkül. A processzorok bizonyára füsttel működnek, mivel hogyha kijön belőlük a füst, akkor nem működnek tovább, meg ilyenek. Meg hogy a fáknak az mindig a déli oldal a mohás, szóval... Illetve nem, ez így most egy kicsit fáda volt, viszont kaptam egy képeslapot is Dávidtól, aki egy ilyen beholder.hu-ról küldött nekem ilyen kis szörnyecskéket, ezek gomatok. Ezt én is most tudtam meg. Köszönöm szépen, erre válaszoltam is neki. Küldjetek nekem továbbra is mindenféle dolgokat, nézzük a többiek, mit kaptak. Én leginkább játékkal kapcsolatos e-maileket kaptam, és leginkább azokon belül is olyanokat, hogy ez a játék, az a játék mikor jelenik meg. Én igazából egyre válaszolnék. Ez a játék a Stalker, nagyon sokan várjátok, én is várom személy szerint. Most tehát a Stalker legfrissebb, illetve annyira már nem friss, de legutóbbi információk szerint szeptember táján fog megjelenni. Addig is, hogyha lesz egy videó, akkor fogok mutatni azokat e-mailek, már ennyi.